Ismét megy a barkácsolás, karácsonyi készülődés, készülnek az angyalok, a gyerekek játszanak, most jött meg a Vivikén. Sziasztok! Fagyiznak és játszanak, addig nézzük, kik vannak itt. Ügyes voltál. Összekészítettem nagyon sok mindent, amiben már itt vannak a kellékek. És készülnek az adventi díszek. Ott fönn a falon, látjátok? Ott van az, amiről korábban beszéltem. És az adventi naptár itt fog elkészülni. Vannak itt matricák, ragasztók, ollók, angyalok. Van itt egy játék, amit most készítettek a lányok. Ez szenzációsan jó. Hogy csináltad, Vivi? Ezt úgy csináltam. Viola, itt van. Akkor van itt egy labda. Utána most Viola! Akkor van itt egy labda. Ez egy ilyen játék. Tudok varázsolni. Ebben van egy labda. Oké, most elmondtam. Megkeverem. Melyikben van? Például azt mondjátok, hogy ebbe. Oké, ebbe van. És most el fogom varázsolni. Csak a kezedet figyeljük. Melyikben? Ebbe? Abba? Ezt is meg tudom mutatni. Ezt hogy csináltad? Eláruljuk a titkot, vagy nem? Tadá! Wow! Ügyes voltál! Mert itt kettőt bevágtam, és így meg tudom fogni a labdát. Wow! Szuper vagy, Vivi! Köszi! Képzeljétek, most az a szerencsém, hogy éppen a két nagyobbik fölment játszani sulisat, úgyhogy egy picit tudok gondolkodni azon is, hogy vajon hogyan készítem a díszeket, és mi lesz belőlük, és hova kerülnek. És előkészítettem, itt van a laminálógép, ismét, itt van a ragasztópisztoly, úgyhogy let's go! És amíg ők játszanak, aminek persze örülnék, hogyha segítenének is, de őszintén megmondom, hogy egy csomó esetben még először gondolkodni se tudok, hogy na, vajon mit és hogy csináljunk, akkor, hogyha ők ugye folyamatosan kérdeznek. Hogyha megvan a munkamenet, akkor viszont tudnak nekem segíteni, főleg a Vivi. Úgyhogy hajrá! És íme felragasztottam pár régi gömböt és csillagot erre. Szerintem elég jól néz ki. És jön ki a gépből a meglepetés. Wow! Nem fogom megmutatni az egészet, mert akkor lelövöm a meglepetést. Hát, tudjátok, a következő műveletet azt nem gondoltam, hogy meg fogom mutatni, vagyis csak próbálom, de igen, itt kell a türelem, és itt kell a józanész, mert hogy becsípte az egészet, amit lamináltam benne, nem is tudom megmutatni. Bent maradt. Úgyhogy fogtam a gépet, kikapcsoltam, kihúztam az áramból, és most itt varázsolok, hogy vajon hogyan tudom kiszedni belőle, hogy a következő még legalább 15 meglepetést el tudjam készíteni, ha csak nem romlik el a gép, vagy éppen akkor újat kell vennem. Úgyhogy mai jó tanács. Jobban figyelj oda, egy percre, egy másodpercre ne menj el a gép mellől, mert hogyha ezt én rögtön látom, akkor már tudok reagálni. De hát nyilván odébb léptem, mert valami más fontos dolog volt. A másik megoldás, vagy a másik jó tanács pedig az, hogy abban a másodpercben tényleg ne öntse el az agyunkat ugye az a dű, hanem inkább akkor azt mondjuk, jó, mi lehet a megoldás. Sikerülni fog. Vivi az ajándékra Einhort, azaz egy szarvút akar rajzolni, ezért a YouTube segítségét kérte. Jó haladsz, drágám! Tehát most így haladunk ezekkel az előkészületekkel. Hú, most látom, milyen karikás a szemem ennyi, szóval fáradt vagyok. Ilyenek a hétköznapi anyukás napok, és itt van a Vivinek a pacia. És fordítsd meg.
Wow! Szuper lett, Vivi! Tehát a videóval, ugye, Vivikém, lemásoltad. Ez a videó. Mikor és mire tudja a gyerek jól használni a YouTube-ot? Szuper! Most pedig Violával indulunk tornára, fölvesszük a virágot, közben még sül valami, Vivikém itthon marad, úgyhogy kicsit felpörögnek az események. Az asztal az még mindig így néz ki. Itt van Violám, ő már fölöltözött. Tehát sziasztok, jövünk majd vissza. Folytatjuk a kreatív munkát itthon a lányokkal, és nagyon érdekes felismerésre jutottam, amin azért őszintén szóval nem is lepődtem meg, sőt többre is. Úgyhogy ezt most elmondom nektek, miközben itt a lányok dolgoznak a háttérben. Vivikém éppen, képzétek el, megmutatom, tovább rajzolta, és azt csinálja, hogy másolja az internetről bizonyos programok alapján a rajzokat. Ez egy muffin, ez egy ilyen gömb, ez egy zokni, ez egy egyszarvú, itt meg még egy egyszarvú, itt egy gömb. És itt a meglepetés ez jön. Ez a meglepetés, mint olyan választott, ez csak egy fagyi. Köszi. Azért akartam elmondani, mert hogy Vivi most úgy csinálja, hogy én választottam egyet, és mivel ez egy YouTube videó, ezért nem tudja, hogy mit fog kirajzolni, mert az elején ugye csak egy pár momentum látszik a képből, és ahogy halad majd, úgy rajzolja ki. Úgyhogy ez is egy érdekes játék lehet a gyerekeknek, hogyha otthon együtt kreatívkodtok. És egy picit aztán én ezt tovább gondoltam coaching szempontból, és ahogy itt üldögéltem és lamináltam, és készítettük az ajándékokat, az ugrott be, hogy én a hétvégén voltam egy sikerkód nevű tréningem, ami fantasztikusan jó volt, és itt most annyi időm nincs is, hogy elmondjam, hogy mi mindent hallottam ott. Szalai Ádám, egykori TV2 naplós ex-kollégám, ő tartotta, akivel én nagyon-nagyon régen találkoztam, és a munkánk során nem is volt kapcsolatunk igazán, de én tudtam természetesen, hogy ő ki és mivel foglalkozik, és ugye ő már hosszú ideje áttért a coachingba, és Sikerkód néven tart egy tréninget. Hogyha felmentek az internetre, megtaláljátok őt, nagyon ajánlom, fantasztikus volt, és én is sokat tanultam most ezen a hétvégén tőle, illetve több olyan dolgot tanultam, amit úgy gondolok, hogy már valahol ott volt a fejembe, de megint összerendeződött, és akkor arra gondoltam, hogy hú, milyen mekkora szerencsém van, hogy ezt ő tudta nekem átadni, mert hogy egy picit hasonlít a sorsunk idézőjelbe, ugye ő is tévésből lett aztán coach, és nagyon sok olyan dolgot említett, ami nekem szólt szinte idézőjelbe a tréningen, persze másoknak is, de én magaménak éreztem, és haza tudtam hozni belőle nagyon sok mindent. Az egyik ilyen dolog a megerősítések, illetve maga a hitrendszer, ugyanivel dolgozunk, és az ilyenkor a kreatív munka alatt, ahogy az adventre készülődünk, nagyon is megmozgatja ugye a jobb agyféltekénket. És több ilyen gyakorlat is volt. Én hosszú-hosszú ideje írok kis cetlikre megerősítéseket. Ügyes vagy, cicám! Kicsi meg trombitál. Ügyes vagy. Csinált egy trombitát papírból, és összeragasztotta. Szuper! Rajzoljál rá valamit kívülről. Tehát a megerősítések fent vannak a szobámba, vagy a fürdőbe éppen kirögzítve. És Ádám mondott egy nagyon jó trükköt, hogy a névjegykártyára is rá lehet írni egy-egy ilyen célt, vagy megerősítést, ami viszont ugye mindig nálad van, ez ugye egy kártya például, nem az, amit éppen odaadsz valakinek. És én nemrég készítettem el életem első névjegykártyáját, amin már nem egy cég logója van, akinek dolgozok, mint televízió, hanem csak a saját nevem, e-mail címem és az én cég nevem. És nagyon boldog voltam, ez fönn is van az oldalamon. És most, hogy ezt meghallottam, és közben itt a lányokkal ugye kreatívkodtunk, eszembe jutott, hogy hoppá, hát akkor lamináljunk egy ilyen kis kártyát, amire én fölírtam jelenleg most november 27-én, azt a megerősítést, azt a célt, amit én nagyon fontosnak tartok. Kicsit halkabb a lányok, kérlek, jó? Lehet, hogy így nem hallotok annyira, de hát ez egy három gyerekes családban gyakori dolog, hogy hangzavar van. És lassan be is kell fejeznem, mert nem sokára indulok vissza a középső lányért, aki tornán van, és még a vacsora is sül, remélem, hogy nem fog odaégni. Utána pedig várjuk apát,
és azt sütni szívem. Nyám, nyám, nyám. És együtt fogunk vacsorázni. Tehát ez a kártya elkészült, és tudom nektek tanácsolni, hogy mindentől függetlenül, hogy ti voltatok-e ilyen tréningen, ismeritek ezt, egy olyan célt fogalmazatok meg magatoknak jelen időben, egyes szem első szemében, úgy, mintha már megtörténne, amikor már ott van. És próbáljátok egy picit elképzelni azt a jelen időt, és ezt nagyon sok képzésen én tanultam is, de mégis valahogy mindig mellé lehetett tenni valamit. Úgyhogy én ezt nagyon köszönöm most ennek a hétvégének. Én ezt fogom és beteszem a pénztárcámba, és többször elő fogom venni, amikor ugye pénzt veszek ki, vagy névjegykártyát, vagy bankkártyát, és akkor mindig el fogom olvasni. Ráadásul két oldalas, úgyhogy mind a kettő oldalára írtam, és kettőt is csináltam. Úgyhogy belehúztam. Köszönöm nektek, mi folytatjuk tovább az estét, a délutánt. Sziasztok, most itt vagyok a pincébe, csak halkan mondom, nehogy meghallják fönt a csajok. Ide eldugtam az adventi naptár csomagjai. December 1-én, amikor felteszem, vagyis hát 31-én, 30-án előtte, akkor meg fogom nektek majd mutatni. Egyelőre ide rejtettem el, illetve a nagy dobozok mögé a télapó ajándékát. És ami itt van, ez szintén része a készülődésnek, apró kis díszek, télapó, angyalka, varázsgömb, elmaradhatatlan, és ami még nagyon-nagyon fontos, találtam egy picike borítékot. Képzeljétek el, és meg is könnyeztem az előbb, ezért gyorsan leszaladtam a telefonért, hogy föl tudjam ezt venni. Családvitális, ez van ráírva, és van benne egy picike-picike kis borítékban, egy picike-picike képeslap, kis piros csillagokkal. És hogy milyen fontosak az apró dolgok, erre próbálok rávilágítani. Hogy abban a nagy-nagy pörgésben, amit hajt végre az ember nap mint nap, miért fontos az, hogy egy pillanatra, csak egy másodpercre átérezzük az itt és mostnak az örömét. Mert hogy kibontottam, és én emlékeztem rá, csak nem tudtam, hogy hova tettem. Boldog karácsonyt és boldog új évet üdvözlettel, kedves Szara. Ez van ráírva. Ez még nem is olyan meglepő, mert ez ugye egy normál, egyszerű kis karácsonyi üdvözlet, amit küldenek szeretettel egymásnak az emberek karácsony előtt, vagy karácsonykor. De mennyire máshogy hangzik, hogyha azt mondom, hogy ezt egy svájci tanárnő írta nekem magyarul, nekünk. Mikor ezt megkaptuk 3 évvel ezelőtt az első karácsonyunkon itt Svájcban, az iskolából, bocsánat, az óvodából hozta haza a nagylány, és nem, bocsánat, iskolából, már keverem a gyerekeket, tehát a nagylány volt elsős ott az iskolában, ahol laktunk, és a tanárnőt Szelának hívták. Egy nagyon kedves, fiatal, 26 éves kezdő, viszonylag kezdő tanárnő volt, és nagyon lelkes volt, és nagyon nyitott volt arra, hogy a más nemzetek gyermekeit hogyan fogadja be. Ő is úgy azt hiszem, hogy olasz-svájci volt, és amikor én ezt elolvastam, akkor én sírva fakadtam, mert azt éreztem, hogy ez igen, itthon vagyunk Svájcban, egy svájci tanárnő magyarul ír karácsonyi üdvözletet nekünk, és a Google fordítóba beírta, lefordította, és az volt a fura a végén, hogy kedves Szara, tehát ugye magyarul nem így írjuk alá, de szeretettel mondjuk Szara, de ő ezt a Google fordítóval így tudta megcsinálni, és zseniális volt, és azóta is nagyon köszönöm neki. Úgyhogy ezt a kis pici borítékot és a képeslapot el fogom tenni, és amikor majd a lányok nagyon nagyok lesznek, nagy lányok, hölgyek vagy anyukák, akkor meg fogom nekik mutatni, és ezt a videót is, mert hogy így érdemes élni, így érdemes készülni lélekben, hogy ezekre a pillanatokra emlékezünk, és ezek a pillanatok azok, amik töltenek itt és most, és nem az ajándékok, nem feltétlenül az, hogy mit vásárolok, hanem azt, amit szívből adok. És hogyha te is megállsz egy pillanatra, és végig gondolod, hogy neked mit fog hozni ez a karácsony, vagy neked mit hoz ez a készülődés,
akkor biztos vagyok benne, hogy megtalálod azokat az apró pici pontokat, örömöket, még akkor is, ha valami rossz dolog történt veled, még akkor is, ha bánatod van, még akkor is, hogyha nagy feladat előtt állsz. Direkt nem fogalmazok így, hogy negatív dolgok, mert hogy valójában mi a jó, mi a rossz. Ez nagyon relatív. Van a jó, és van az, amiből tanulnunk kell. És igen, sajnos néha nagyon meredek dolgokat ad a sors elénk, de ha abból is tanulunk, és tovább tudunk lépni, akkor fejlődhetünk. Úgyhogy örülök, hogy ezt megmutathattam, és készülünk tovább az adventi naptárra. Na, hova tegyük, cica? Úgy tegyük ki, hogy sorba mindenhova tudjunk tenni, jó? Te vagy a ő. Nézzétek! Így jó ez itt? Ó, de szép angyalka! Te is tedd föl, Violám! Én nem akarom. Jó, ha nem akarod, akkor te ne! Tedd ide most, nézd, ami kiáll, arra rá tudod akasztani. Tetszik, virág? Nem. Azt mondja, hogy nem. Ezt én úgy emlékszem, még annó Győrbe az óvodába készítettük, ha rémlik, egy ilyen barkácsoló napon, és ezeket is kitesszük. Íme pedig a három szívecske, a három kislány. Ezt is ajándékba kaptuk. Itt van Violám, Vivi, Virág. Nagyon jó érzés, hogy ezek előkerülnek, és nagyon jó érzés, hogy újra lehet élni a pillanatokat. Javaslom nektek is, hogy tegyétek meg. És hogy díszítgetjük itt fönt ezt az ágat Violámmal, aki ügyesen kötözget, eszembe jutott egy történet, amit hallottam a hétvégén. Egy férfiról, aki 10 éve nem beszélt a fiával, Szalai Ádám mesélte a történetet, és azért mondom el nektek, mert nekem egy nagyon fontos mondat volt, egy fontos üzenet volt ezen a hétvégén ez a történet. Tehát 10 évig nem beszélt a fiával, valamiért, és a tréningen hallottak után elhatározta, hogy ma este megy és felkeresi őt, és beszél vele. Mert hogy én is hiszem jó régóta, hogy anélkül, hogy lezárnád a múltadat, nem tudsz belelépni a jövőbe. És ez lehet egy apró dolog is, ahogy Ádám is elmondta, és én is az életemben jó párszor megtettem ilyen dolgokat. És ahogy meghallottam ezt a történetet, figyelni kezdtem, mert tudom, hogy sokan vannak, nekem is van olyan ismerősöm, aki így él. Tehát ez a férfi hazament, és egy cetli várta az ajtón. Az volt ráírva, hogy szia apa, beszélnünk kell, itt az új számom. És ahogy ezt előadta az Ádám ezt a történetet, belém vágott az a gondolat, hogy igen, fontos, hogy a múltat lezárjuk, vagy fontos, hogy megtegyünk lépéseket ahhoz, hogy fejlődni tudjunk. És az én életemben egészen más kérdések vannak, de ugyanúgy ezeket a te életedben fontos meglépned. Most egy kicsit hancúrozunk, és folytatjuk. Most egy kinti helyszínen vagyok, ami nagyon érdekes, és nekem nagyon tetszik mindig. Nézzétek? Ez egy gyertya. Kercecíjen, ezt így hívják nálunk. Itt van Virág. Szia, Virág! Szia, Virágom! Virággal együtt készítettük, de itt van Viola is, és itt van Vivien is, ők is készítik a saját gyertyájukat. Meg fogom nektek majd mutatni. A kercecíjen, tehát gyertyahúzás, lefordítva, és a viaszos nagy üstökbe lehet a kanócot belelógatni, és úgy lehet készíteni a gyertyát. Így nézzétek? Van a mi gyertyánk. Majd megmutatjuk a végeredményt is. Tehát itt van az üst, egyszer bele kell lógatni, és kihúzod, és megtartod. És utána ki kell menni a hűsbe, hogy egy picit hűljön.
És a viasz szépen meg fog kötni. Na mutasd, Vivi! Wow, te nagyon szép a tiéd, és mi lesz még rajta? Itt alul ilyen kristály. Tök jól néz neki, nézzétek csak! Van ilyen szív alakú csavart, és itt száradnak. És ez itt van egy-két hétig ez a gyertyahúzás, és ki lehet rakni a gyertyákat. És a végén meg lehet vásárolni 1, 2, 5, 10 frankért. Nagyon jó kis kreatív munka, megéri. Na nézzetek, így fogják megtekerni. Szép formát fog kapni mindjárt. A hölgy segít nekem, és akkor utána folytatjuk. Igen. Und geht's drauf? So, gut. Ügyes vagy, cicám. Noch eins, mach dich bereit. So, und wieder dran. So, gut. So, zurück mal da. Ah, oh, das ist perfekt. Das ist ja. Hier müsst ihr auch. Liebe Ursorgerin. Ja. So, jetzt muss ich das noch zweimal machen. Er kennt die Use. Mutasd! Szép lett? Gyönyörű, Viola! Este 10 óra van, egy kicsit már késő, látszik, hogy a szemeim is elég karikásak, és itt van most az a pillanat, hogy mikor a gyerekek úgy tűnik, hogy alszanak, pedig nagyon későn feküdtek le, és enyhén szólva nagy stressz volt rajtam, hogy aludjanak el, mert nyilván, amikor elalszanak, akkor utána az már az én időm, a mi időnk, és akkor tudunk olyanokkal foglalkozni, ami nekünk fontos. Illetve ugye most ebben az esetben itt vannak íme előkészítve az adventi ajándékok. Ezt én már ugye tegnap előtt összekészítettem, sőt már sokkal hamarabb meg is vettem, és kitaláltam, hogy hogyan is lesz ez a csajoknak, és holnap ugye már december 1-je van, és indul az adventi naptár, úgyhogy én már nagyon izgatott vagyok. 24 napig mind a hárman egy-egy kis zacskót ki tudnak ebből bontani. Nézzétek, csak vannak rajtuk számok. És ez ide lesz mögém föltéve, ott fönt láttok egy ilyen macagot. Ezt a férjem szerelte fel. Külön erre a célra vásároltam, úgyhogy valóban tényleg nagyon készültem erre a feladatra. És pont ezt akartam elmondani, hogy mennyire fontos az, hogy hogyan készíti elő valaki ezt fejben, gondolatban, aztán pedig cselekedetben. És ilyenkor önt el egyfajta nagy büszkeség, hogy ezt kitaláltam, véghez vittem, kigondoltam, utána jártam, elmentem, megvettem. A szerencse is közre játszott persze, mert egész véletlenül pont megtaláltam valamit, ami hozzá kell. Illetve egy nagyon kedves ismerősömnél jártam, ahol az ötletet szereztem. És ezekben a kis zacskókban nagyon egyszerű dolgok vannak, persze egy kicsike kis édesség is, illetve kinyomtattunk képeket, amik a gyerekeknek fontos képek, vagy éppen azokat, amiket most nagyon szeretnek. Ezek fűződnek mesefigurákhoz, vagy érdekes pillanatokhoz, vagy például kedvenc jelenlegi popsztárokhoz, akiket szeretnek nézni a YouTube-on, és ezeket felvágtam, és ebben vannak ezek a kis papírok elrejtve darabokba,
és ezt kell minden nap egyet-egyet kirakniuk, mint egy puzzle-t. Úgyhogy ezek ilyen érdekes és kreatív játékok, amit szerintem mindannyian élvezni fognak, és ugye hárman együtt meg tudják csinálni. Úgyhogy én már nagyon várom, hogy minden reggel, vagy majd kitaláljuk, hogy mikor lesz rá ugye megfelelő idő, akkor ezt ők megcsinálják, és szerintem nagyon fognak örülni. A másik pedig, amit meg akartam nektek mutatni, és ez is a kreatívkodásunk része, íme. Kész vannak a gyertyák, a kercecíjen, ugye, amit mondtam nektek, ahonnan láttátok már, ahogy megmutattam, hogy milyen, ezt nézzétek meg. Ezt a nagylányom csinálta. Gyönyörű gyertya lett. Ezeket a kisebbeket, ezeket a kicsikkel csináltuk együtt. Ez egészen cuki lett. És ilyenkor meg az jut eszembe, hogy mekkora nagy öröm ez, hogy egy saját készítésű dolgot, amit adhatsz ajándékba is éppen, de akár itt a lakásodat díszíti, mennyire kellemes érzés néha, hogy csak arra gondolsz, hogy ez igen, ez az én kreativitásom terméke. Elmentünk ide, ott együtt voltunk több emberrel, több gyerekkel, beszélgettünk, játszottunk. Tehát nagyon sokféle dolgot megmozgatott ez. Jó hideg is volt, úgyhogy kicsit át is fáztunk, ki is piroltunk, de ugye ez télen ilyenkor, ez különben engem például nagyon fel is tud dobni. Persze nem hosszú órákon át, hanem bizonyos pillanatokban, mert ilyenkor érzed azért azt, hogy megcsíp ugye a hideg. És ehhez kötöd is a gyerekkort, idézi elő, amikor hóba, fagyba kint voltunk, mentünk, szánkóztunk és játszottunk, úgyhogy ezeket a pillanatokat is felidézi. Úgyhogy én most neki fogok állni, és ide fölrakom, és utána meg fogom mutatni nektek. Íme az egyik fele, nézzétek csak, 1-től 11-ig, bocsánat, akkor még a 12 is kell, ez a fele, nekem már nagyon tetszik, és ki is fog férni, úgy látom, úgyhogy szuper lesz, és remélem, hogy a lányoknak is tetszeni fog. Nézzétek csak, milyen jó lett. Ó, tadám! 24 zsák, tele 24 meglepetéssel, és hát lehet, hogy én izgatottabb vagyok, mint a gyerekek, mondjuk ők nem tudják, hogy mire számítsanak még, de reggel, amikor felébrednek és meglátják, akkor szerintem már rögtön le fog nekik esni. Korábban is mindig csináltunk adventi naptárat, de egészen mást. Úgyhogy én most nagyon köszönöm az ötletet az egyik kedves barátomnak, és azt, hogy ezt tényleg össze tudtam úgy hozni, hogy egy kicsit meglepetés, mondjuk szerintem a nagylány ő már sejti, ő ugye 9 éves lesz, és ő kérdezte is tőlem, hogy de hát anya, hogy van ez? Hát akkor lehet, hogy ti vagytok a Jézuska, úgyhogy nála ez most már ez a témakör kezd kibontakozni, de szerintem még ameddig lehet, addig én szeretném, ha megőriznénk a csodát. Úgyhogy én ezen leszek. És még egy dolgot el akartam mondani, amit nemrég pont egy blogban is olvastam, de nekem is nagyon fontos témakör volt, hogy ahogy ugye közeledik majd az ünnep, és elindulunk vasárnap az első adventi gyertyával, nagyon sok embernek, nagyon sokunknak egyre több stressz is érkezik az életébe, és akkor ezt a szót, mikor már ugye kimondom, akkor már több ember felsóhajt, és arra gondol, hogy ó, már megint kezdődik az ajándékvásárlástól kezdve a mit főzzek, hogy tiszta legyen a ház, hogy hova utazunk, hogy mikor utazunk, hogy ki szervezi meg, és miért szervezi meg, és miért nem úgy lesz, és tavaly hogy volt. Nem is fogom tovább sorolni, mert nem az a célom, hogy tovább gerjesszem ezt a stresszt, hanem hogy inkább erre vonatkozóan adjak egy-két olyan ötletet, ami személyes indítatás, ami hát ha segít, és nagyon sok helyütt lehet erről hallani, olvasni, és mégis bele-bele esnek az emberek ebbe a hibába. Én úgy élem meg, hogy az advent és a karácsony az valóban nem erről kell, hogy szóljon, hogy vegyük, szaladjunk, menjünk, vásároljunk. Az ajándékozás öröme az abból adódik, ahogy ugye adjuk, és ahogy azt valaki fogadja. És ez az adok-kapok energiában, ez fog átkonvertálódni egy örömmé, legalábbis én így hiszem. És teljesen mindegy, hogy az mi.
Itt arra gondolok, hogy nem az értéke számít, és nem az számít, hogy hol vette valaki, vagy éppen mennyibe került, hanem inkább az, hogy az talál annak, akinek adom, és akinek adom, ő is nagyon tud örülni annak. És akkor itt jön be az, hogy kölcsönadom, vagy odaadom ugye a pénzt valakinek, hogy ó, vegyél már magadnak valamit. Hát az nem ez. Igen, tudom, nagyon nehéz. Például nagyszülők részéről az is egyértelmű, hogy segítséget kérnek, vagy éppen helyettük gondolkodunk mi anyukák, mert mi tudjuk, hogy a gyerekeknek mire van szükségük. Ugyanakkor szerintem ez egy kicsi kis odafigyeléssel, beszélgetésekkel, ez főleg a gyerekeknél nagyon könnyen kiderül. Nálunk például vannak ilyen kis listák, amiket már november óta az üzletekben adnak is ilyen karácsonyi listát, és akkor lehet készíteni, hogy neki mi a kívánság listája. Én megpróbáltam okosan úgy csinálni, hogy ugye mindig megkérdezni, meg látom én ezt a listát. Persze a gyerekek mindent fölírnak rá, mindent oda tesznek, hogy mert ez is jó, meg az is jó. És már nagyon várják, hogyha utazunk, akkor majd itt mit kapok, majd ott mit kapok, és szerintem ez azért így normális a gyerekeknél, de igyekszem őket arra tanítani, hogy az együtt lét öröme, az is nagyon fontos. Az is nagyon fontos, hogy haza tudunk menni. Például mi ugye külföldről, hogy a karácsonyi ünnepeket otthon töltjük, találkozunk a családdal, találkozunk a 90 éves dédivel, aki karácsony után lesz 90 éves, és őt is megköszöntjük. És még lesz sok olyan történés, ami független kvázi a karácsonytól, de mégis összefonódik, és találkozunk barátokkal. Úgyhogy számunkra szerintem az sokkal fontosabb jelenleg, hogy találkozhatunk barátainkkal, szeretteinkkel. És ennek okán már nem is annyira fontos ez az ajándék. Mert valahol úgy élem meg, hogy ez is ajándék. És az e köré gyűlő stressz, hogy mikor, hogyan és mennyit. És most tiszta a lakás. Engem például ez a része abszolút nem érdekel. Van egy alap tisztaság, de én karácsony miatt nem fogok elkezdeni ablakot pucolni, az biztos. Itt nálunk kicsit korábban is lesz minden, pont azért, mert utazunk. Tehát kialakítottuk a kis magunk szabályait. Svájcban például a karácsonyfa is sokkal hamarabb érkezik, hetekkel korábban már akár a családoknál ott van, mert itt nem a Jézuska hozza, és ott díszelek szépen a szobában feldíszítve, és aztán majd karácsonykor, karácsony napján kerülnek alá az ajándékok. Úgyhogy ahány ország, annyiféle szokás, és ezen belül mi is igen megpróbálunk ehhez is igazodni, megpróbáljuk azzal összeötvözni, ami a miénk, ami a mi hazánk, a mi nemzetünktől jön. Emellett nálunk például reggel jön a Jézuska, úgymond, mert hogy reggelre kerülnek az ajándékok a fa alá, és ez azért van, mert ugye a gyerekek okán, mondjuk ma már nem így van, de mikor kisebbek voltak, ugye mikor lefeküdtek, akkor utána díszítettük a fát ketten a férjemmel, és igazából ez egy nagy meló volt, ezt mindenki tudja szülőként, hogy ez egy mekkora meló, és ez is stressz. És akkor azt mondtam, hogy nem, én nem akarom ezt, hogy én még 10 órakor álljak neki ennek, és ez számomra stressz, és én már fáradt vagyok, és hányan ezt csinálják. Hanem azt mondom, hogy jó, akkor mi mától változtatunk, és úgy lesz, hogy a fa megérkezik üresen, szépen a helyére, és alatta ott vannak a díszek dobozokban. És együtt a lányokkal, ez feltehetően egy hétvégi nap, de hát ugye nyilván ahhoz képest kell mérni, ahogy alakul majd a naptár szerint az ünnep minden évben. A lányokkal együtt díszítjük fel, és mindenki oda teszi a díszét, ahova ő szeretné, úgyhogy ez egy nagyon kellemes, vicces és hangulatos együttlét, és akár napokkal előtte. Úgyhogy én most már a naptárat nézem, pedig még csak november 30-a van, de már a naptárba tűzöm ki azt a napot, hogy ez hol lesz, és nyilván mivel utazunk december 21-én, ezért nekünk ezt korábbra kell tenni. De én ezt már izgatottan várom, úgyhogy mi már a harmadik adventi vasárnap pont, szerintem lehet, hogy karácsonyozni fogunk, de ez majd még kiderül, majd egy későbbi videóba. Előre annyit csak, hogy az én tanácsom az, hogy mindenki jóval hamarabb egy papíron kezdje leírni, hogy mit szeretne, hogy szeretné, hogy ez történjen,
hogy idén mi az, amire tavaly tanulsága kapcsán jobban kell figyelni, vagy éppen tavaly ez nem jól sikerült, most akkor máshogy szeretném csinálni, vagy éppen azt, hogy tavaly valami nagyon jól sikerült, és ezt szeretném továbbvinni, azért, mert úgy éreztem, hogy akkor ez sokkal kevesebb stresszel járt, vagy éppen rendelted az ételt, vagy éppen a szomszédokkal, vagy a barátokkal, vagy a családdal összefogtatok, és mindenki hozott valamit, és akkor együtt így ünnepeltetek. Úgyhogy szerintem nagyon sok ilyen ötlet van a tarsolyba, és azt gondolom, hogy mindenki, ha egy picit leül, így este 10 óra után, és ezt átgondolja, akkor megtalálja a megoldást. Ugye holnap december 1-e, tehát belelépünk az első napjába, úgymond, az utolsó hónapnak, és ez a lezárási folyamat elindul bennem is, hogy végig gondoljam az elmúlt egy évet, ami nekem nagyon sűrű volt, és ezt el is kezdem, erre vannak különböző gyakorlatok is, illetve maga a naplózás is, amit én amúgy is csinálok, ez nagyon-nagyon sokat segít, úgyhogy azzal fogom kezdeni szerintem, hogy leírok sikereket az évből. Talán hónapról hónapra, de az is lehet, hogy nem sorba, hanem csak úgy, ahogy eszembe jut, mert hogy igenis érdemes megállni egy pillanatra, és végignézni, hogy mi az a siker, amit elértél, ami számodra siker, és nem csak most konkrétan apró dolgokra értem, mert nekem az is ma már siker volt, hogy esett a hó, és biciklivel elmentünk erre a gyertya készítésre, és hát visszafelé enyhén szólva fáztunk, ez is lehet egy apró siker, de hogy egy picit úgy megállni, hogy olyan sikereket megnézni, ami az életben valamit megfordított a te életedben. Egy picit többet tett hozzá, egy picit megváltoztatta a gondolkodásodat, vagy egy találkozás valakivel, ami egy picit átbillentett téged akár egy rossz állapotból a jó állapotba. Vagy egy olyan fejlődési folyamat, ami például nálam zajlott, mert a tavaly évelején én még nem tudtam, hogy valójában pontosan merre tartok, és ez tavaly tavasszal kezdett igazán kikristályosodni, amikor ezt az oldalt indítottam. Úgyhogy visszatekintve, hogy pergetem vissza ezeket, megpróbálom összegyűjteni a sikereket. Tehát arra buzdítlak téged is, hogy próbáld meg te is, és azt ígérem, hogy ez jót fog hozni, és sokkal jobb állapotba kerülsz, sokkal jobb kedvű leszel ettől, hogy erre fókuszálsz, erre figyelsz, hogy mi az, ami siker volt ebben az évben. És emellett persze még jó pár ilyen apró dolog van, de ezt majd egy következő videóban elmondom. És szerintem a karácsonyi, vagy az adventi hangulathoz, kinek mi tetszik, ezt aláírom, de például nekem a gyertya illata az hozzátartozik, úgyhogy én minden nap fogok gyertyát gyújtani. Annál is inkább, mert hogy szeretnék ezzel azokra gondolni, vagy arra is emlékezni, akik már nincsenek közöttünk, vagy éppen nem ebben a földi életükben vannak, ki hogy gondolkodik erről, és ez is egy kicsit úgy megmelengeti a szívemet. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyon örülök neki, hogy elkészült ez a... Megmutatom még egyszer, nézzétek csak. És pont milyen jól néz ki ez a virág itt előtte. Úgyhogy holnap reggel a csajok ébrednek 7 órakor, és már bonthatják is a december 1-i ajándékot. Sziasztok! Itt a lányokkal, most is még kreatívkodunk. Még krelezizunk. Kreleli. Krelelit készítünk. Mondd el, Viola, mi a kreleli? Az, hogy nézzétek, ilyen gyöngyök. Ilyen gyöngyöket rózsaszínben van, kék, meg piros, és az a neve, hogy és le kell tenni ezek a csillagokra, vagy ezek a szívekre. És utána mi lesz vele, ha kirakod? Mert akkor pedig már szép lesz. De utána anya mit csinál vele? Meg...
vasalja. Megvasalja, és így szép van. Lesz. Így van, utána anya megvasalja, és akkor lesz belőle egy csillag, egybefüggő. Úgyhogy mi most ezeket próbáljuk itt a lányokkal, gyönyörű téli délutánon. Igen, a picinek még segíteni kell ebbe bőven. Gyere, segíteni fogok. De tedd le oda szépen. Nézzétek, így kell, itt megmutatom. Én például egy olyan csillagot egy szeretnék, aminek kék a széle. Neked, Viola, milyen színű lesz? Piros. Piros, meg még mi lesz benne? Semmi. Semmi. Oké. Okay. Nekem meg pink, meg zöld, meg fehér, meg piros. Oké. Okay. Szóval, mi most dolgozunk, aztán majd megmutatjuk, mi lesz belőle. Sziasztok! Íme, itt van az enyém, kész van. Egy ilyen kis csillag lett, amiben most egy madzagot megpróbálunk az egyik részébe belefűzni, és ahogy az megvasalom az egészet, akkor fel lehet akasztani a fára egy kis dísznek. Miközben Violával készítjük a krelelit, virágnak mit csináltunk? Körömlakkot. Körömlakkot. Milyen színű? Pink, lila. Ugyan. És még és mit még teszünk? Csillám. Még csillámot teszünk rá. Jó, de jó. Megvárjuk, hogy megszáradjon, és most azt nézem, hogy anyának pedig még egy kis piros, még egy piros csillám rámehetne a piros lakra, ugye? Na, megpróbáljuk. Íme Violáé, gyönyörű szép lett, és a két kis csillagban már ott van a madzag, és megpróbálom így összevasalni. No, hát ilyen lett a csillogó körömlak. Gyere, virág, mutasd meg a tiédet! Úgyhogy érdemes ilyenekkel is időt tölteni, amíg a csajokkal kreatívkodunk. Wow! Móka mester! Thank you.